Tessék vigyázni, az ajtók záródnak. Na, túl vagyunk a 2012-es év első rallycrossos eseményen, azaz a szakággyűlésen és a minimumvizsgán. Harsányi Zoltán és Molyeszki Gábor ül mellettem. Meséltek légy szíves az első idei tapasztalatokról, légy szíves. Nekem nagyon örülök, hogy ilyen sokan voltunk ezen a minimumvizsgán és találkozón. Közel 100 emberrel találkoztunk, ugye én nagyon örülök, hogy ennyi embert érdekli, meg gondolom mindenkire olyan hatással van ez a jó idő, mint rám is, hogy ma alig várom az első versenyt. Igen, hát az üdvözítő szerintem is, hogy ha minden igaz, akkor 57-en vizsgáztunk most, és ez még nem a teljes létszám. Úgyhogy az már szinte biztos, hogy a tavainál egy ilyen 10-15-tel, akár 20-szal is több új licenszkiváltás lesz, elindul a junior kupa, ugye egyforma autókkal, úgyhogy mindenképpen jó irányba haladunk szerintem. Zolit kérdezném igazándiból, te vagy a magyar rallycross szakág egyik leghúzóbb neve. Mesélj egy kicsit, hogy telt ez a 2011 év és 2012-es szezon közötti időszak. Hát igazándiból én ezt mindig, amikor vége az utolsó versenynek, akkor hosszúnak érzem a pihenőt, de azért kiderül, hogy ez kell ez az 5 hónap szünet, mert azért mindig valamit kitalálunk, és mindig valami újabb autóval érkezünk, már úgy értve, hogy valami belül más benne, mert mindenki folyamatosan fejleszt, úgyhogy nekem nagyon gyorsan eltelt. Próbáltam koncentrálni arra, hogy időbe kész legyünk, úgyhogy de pontosan ezért nagyon időbe kellett elkezdenünk, úgyhogy eltelt úgy az 5 hónap, hogy észre se vettem. Facebookon folyamatosan nyomon tudom követni, hogy egy új autót varázsoltok. Mesélj egy kicsit erről a munkáról. Hát aki tavaly a régi Nissanomban ment, a Doki Avnócsek, ő idén egy Mitsubishivel szeretne menni, mert megtetszett neki az enyém, úgyhogy ebbe csinálunk egy ugyanolyan kocsit, mint az enyém. A színe lesz csak más, belülről hasonló lesz, úgyhogy várom nagyon, hogy fog vele szerepelni. Gábor, tőled kérdezném igazándiból, a 2011-es évben nagyon komoly részedet kivetted a szakák tevékenységéből, de ez háttérbe szorította a versenyzésedet. Beszéltünk is róla, hogy igen egy kicsit nagyobb energiát szeretnél fektetni azért a versenyzésre, hogy jobban odafigyelni. Ezek voltak a tavalyi tervek, a tavalyi évvégi tervek. A tervek általában nem szoktak sikerülni maradéktalanul, úgyhogy ezt biztosan mondhatom, hogy idén is megpróbálom a részemet kivenni a munkából, ami a versenypályán kívül zajlik. Ettől függetlenül a versenyzés az első, de most nagyon sokat dolgoztunk itt szezonon kívül, hogy összeálljon ez az év olyanra, amilyennek majd szeretnénk. Én remélem, hogy Máriapócson meglátjuk ennek az eredményét. Kicsit a versenyautó fejlesztése az most háttérbe szorul, de ennek mondjuk nem is ez az oka, hanem inkább itt az anyagi nehézségek, de azért valahogy összeállunk a szezonra. Mi egy kicsit késésben vagyunk a versenyautónak a felkészítésével, de ott leszünk Máriapócson az első futamon, az biztos. Zoli, téged fogunk látni a tesztek alapján? A teszteken fogunk látni téged? Igen, szerintem igen, de lehet, hogy csak a Doki autójával, az új Micsuval, mert igazán, de az enyémben, amit változtattunk, az inkább fékpados történet. Ugye én meg annyit mentem már ezeken a pályákon, szerintem nem annyira fontos ez, de az új Micsuval mind a kettőn ott leszünk szerintem. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy az első tesztekre már teljesen lábon lesz az autó? Igen, ez mindenképpen. Hát ezt megígértem a Dokinak, hogy ez kész kell, hogy legyen a tesztekre, mert ugye ő még nem ment ilyen kocsival, neki nagyon fontos lenne, hogy körözzön. Sikerült találni valakit a Nissanra az idei évre? Nem, még nem. Tavaly évvégén voltak jelentkezők, ugye, mert akkor friss volt az élmény, aztán majd lehet, hogy a verseny 2 héttel, mert már volt ilyen, de akkor majd összekapjuk valahogy. Nagyon szépen köszönöm, egy közös kérdésem volna inkább mindkettőtök részére. Hogy látjátok 2012-re a rallycross szakágat? Milyennek látjátok? Egy szóba összefoglalva, fejlődés. Én aminek nagyon örülök, hogy ismét lesz EB, és amelyik évben EB van, akkor sokkal több néző van a többi versenyen is. Így van. Így van, az mindenféleképpen az a húzó ágazata. Habár az IRC futammal van egy hétvégén, amit nem tartunk túl szerencsésnek, de sajnos ebbe beleszólásunk nem volt, de minden bizonnyal idén erősebb lesz a mezőny is, és bízunk benne, hogy a nézői létszám is, mint tavaly. Nagyon szépen köszönöm, és akkor jó felkészülést kívánok mindkettőtök számára a teljes szezonra. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Kérjük kedves utasainkat, hogy megállás után szíveskedjenek a vonatot elhagyni, és erre utastársaikat is figyelmeztessék.